A mostani videó témája jóval egyszerűbb az előzőnél, ugye az előző videóban megnéztük, hogy az y tengelyt hogyan lehet állítani, ugye ez az a skálázott tengelyünk. A mostani videóban pedig megnézzük, hogy az x tengelyt hogyan lehet állítani. Ez mondjuk egy oszlop diagramnál a kategória tengely. A pontdiagramok esetében az X és Y tengely formázása között nincsen olyan nagy különbség, tehát hogyha a pontdiagram X tengelyét szeretnétek formázni, akkor az előző Y tengelyel kapcsolatos videót érdemes megnéznetek. Hát most nézzük, hogy mit lehet kezdeni a kategória tengelyekkel. Folytassuk a formázását ugyanannak a diagramnak, amivel az előzőekben elindultunk. Most ugye, hogyha a kategória tengelyt szeretném eh, megformázni, akkor itt erre a kategória részre kell kattintanunk, és az egyszerűen formázási dolgokon nagyon gyorsan áthaladunk, hiszen ezt az előzőekben már megnéztük. Ugye folytonos vonalat fogok kikérni, beállítok hozzá egy sötét szint, és miután az előzőt azt egy pont vastagságra állítottam, ezért most ez is egy pont vastagság, kerül, Illetve a betűket, miután az előzőnek a betűmérete az tízes volt, ez is tízesre fog kerülni, és feketére fogom venni a betűszíneket. Ja, hát gyakorlatilag ennyit lehet beállítani, természetesen a vonalnak a különböző formázása itt is él. A különböző ilyen árnyékok, meg ilyenekről továbbra sem beszélünk, gyakorlatilag ezen belül is az ilyen igazítási dolgok, azok teljesen megegyeznek a, azzal, amit az előzőekben az y tengelynél láttunk. Egyetlen dolgot emelnék ki ezen a részen, az Excel, hogyha nagyon sok kategóriád van, és nehezen férnek el a szövegek, akkor szereti így beferdítve megjeleníteni a dolgokat, hogyha ezt szeretnéd visszaállítani, akkor itt kell a szövegirányt vízszintesre állítani, Egyéb Egyébként meg amit az Excel csinálni szokott, az egy ilyen mínusz 45 fokos forgatást szokott hozzáadni a kategóriákhoz. Na, azt itt kell visszaállítani uh, nulla fokra, hogyha szeretnéd visszakapni a szép uh, visszintesen álló szövegeidet. Na nézzük akkor a tengely formázásának menüpontját, ugye ez az, ami jelen esetben nekünk legfontosabb. Ezen belül is nagyon sok minden azonos azzal, amit az előző videóban láttunk, úgyhogy csak néhány dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy a tengely típusa mi legyen, ezt a legtöbbször az Excel az automatikusan kiválasztott tengely típusa az jó, hogyha mindenképpen szeretnéd szövegesen értelmezni a tengelyeket, akkor beállíthatod ö, szövegre a tengelynek az elnevezéseit. Ez annyira nem érdekes. Ami esetleg érdekes lehet, az a függőleges tengely pontja, Itt is lehet ugye automatikusan ide az elejére tenni, lehet ide a végére tenni, sőt, ilyen egészen huncut dolgokat is létre lehet hozni, mint hogy közepére tesszük a tengelyt. Hát nem tudom, hogy ennek bárhol van-e értelme illetve be lehet állítani azt itt is, hogy a kategóriák fordított sorrendben jelenjenek meg. Ugye most Ctrl ASD DD a sorrend, de ezt megfordíthatom DD ASD Ctrl-ra, és mondjuk így lehet visszahelyezni ugye a másik oldalra a kategória tengelyt. Jó, hát ezt visszaállítom, hogy rendesen álljon, és gyakorlatilag ennyi, amit érdemes tudni a kategória tengelyről.